Le is van pakolva? Igen. Persze. Ha milyen jó dolgunk van, amit meg kell költözni. Hát ahhoz, hogy ma estét eltöltsék, az még sok mindent kell mozgatni. Jaj, az engem már nem érdekel, a földön is elalszok. Hát most kapaszkodjanak meg, de ez itt a kertünk hátul. Uh-huh. Na most itt az előző család, akitől sajnos megváltunk olyan körülmények között, amilyen körülmények között elváltunk, azok ültették vele valamit a tavasszal, mert itt én rágtam a körmüket, meg ez meddig tartottam benne? Egész odáig a kukoricásnak a végéig. Tehát a magasznát a kukoricát. Igen, igen, na most itt van még, amit találnak. Krumpli biztos, hogy van valahol elvétel. Tehát krumpli biztos van. Tök van, sárgaréka ezen a részen van. Költség. Költét azt leszedjük. Gyümölcs, hogy milyen. Igen, igen. Hát amennyiben jó. Ekkora tök van! Ekkora! Szeretik? Hogyne! Akkor jó, jó. Az van jó. Egy csomó. Jó. Köszi, Lopi! Itt az idei kicsit kemény, nem baj. Szerintem ez téli körte. Nem baj. Ha leszettem, megesszük. Kijöttek? Paprikát csak kijöttek? Az is van. Van paprika. Szedjünk paprikát? Nem. Ne szedjünk. Zsíros kenyel tehetünk. Közelebb lejöttük, akkor meglátjátok, hogy Én nagyon szeretem az ilyet csinálni. A párom az fűnyírozni fog. Azt fogja csinálni, amit én mondok, úgyhogy nem leszik volna. De nagyon-nagyon tetszik, nagyon tetszik. A ház is nagyon tetszik. Hát nagyon szépen köszönjük. És hát rozsdás, hogy jön el a kulcs. Jó, jó. Körülbelül még az unokát. Jó, jó, úgy legyen. Én is nem figyeljek, én szerintem úgy kéne csinálni, addig még ez nem lesz rendben, ugye belomolunk. Igen. Meg itt van két olyan helyiség, ahol a lomokat be lehet ruha, ami nem igen kell berakni. Ezt helyrehozzuk, addig ott maradunk abba a szobába. A szekrényt azt behozhatjuk ide, nem arról van szó, a két nagy szekrényt. Érted? Igazán a falosokat nem kell, de én le akarom ezt kenni, nem mészsel, hanem ezével. De érted, mit mondok? Diszperzettel. Érted, mit mondok? Értem, én. Írógépünk is van. Hát beírok a sajtóma. Sajtóma, jó. Nagyon, de jó, hogy milyen jó, hogy ez ablak van. Én jobban izgultam, mint a Márték, hogy sikerül. Az, hogy sikerül, abban nem volt kétségem, csak hogy mikor, mert hát azért az idő is szorított bennünk, mármint őket nagyon, iskola, most a iskola, óvoda, meg hát az albélet főleg az, mert a, biztos tudjátok, a fővélő fölmondta nekik az albéletet, hogy onnantól kezdve kicsit gázos, cinkesebb lett a dolog. De szerencsére összejött. Úgy, mint látogatóként is szeretnék lejönni a családhoz, mert hogy gondolom, részemről nem szakadt meg itt a kapcsolat, hogy eddig eljutottunk, mert azért szeretnék még azért utógondozni is, illetve szeretném még több családot itt elhelyezni. Ez az a dolog, amikor azt mondja az ember, na, érdemes szociális munkásnak lenni. Tehát tudni kell azt, hogy ő hol, honnan és milyen körülmények között indul, vagy ismertem meg, és most hol tartunk. Szóval én azt mondom minden kollégának, hogy ezért érdemes dolgozni, ezért is érdemes dolgozni. Ez tele lesz a nyáron mindent. Hogy hívják a kis apu? Panka. Nevessél egy kicsit, oda mosolyog el bácsira. Oda. Most kuka most. Hát nekem most teljesen mindegy, hogy ki a szomszédom. Ez szerintem jó lesz neki. Én bízok benne, hogy megtalálják azt, amit keresnek. Nem fognak visszavágyni úgy, mint én. Motor, a... Örülj legalább a ruhásnak, amit küldtem. Köszönöm. Köszönöm, Lucy. Hoppá! Nem vagy. Mi szeretném beszélni másra? Valóban elmegyünk.
Mészárosi Veselém Márta. Mészárosi Veselém Márta. Nyilván ismerjük egymást. Ez is lehet, jól van? Mészárosi vagyok. Én voltam hajléktalan szállom, ugyanúgy. Hát nekem ez egy... mit tudom, egy csoda, de hát még mindig, tehát nem... nem vagyok még mindig ott, hogy fölfogjam. És 6 hónapja itt vagyunk. Most jelen pillanatban jól érezzük magunkat, csak nem látjuk a végét ennek a dolognak, mert azért ebbe a derűbe van egy kis ború is. Ugyanis itt azért elég nehéz lehetőségek vannak. Úgy munkalajátőség szempontjából 9 hónap, aztán utána a környező településeken ilyen havi 50 ezer rabszolgamunkabér talánt adódhat csak. Nem látjuk a való szerződés alapján azt, hogy mi 3 év múlva valójában megkaphatjuk ezt a házat vagy sem. Én nem tudom azt elképzelni, tehát mit tudom én, eltelik 3 év és gyerekekkel vagy valami egy kiraknának. Tehát én ezt nem... És mi a biztosíték arra, hogy 3 év múlva ez a te lakásod lehet? Nincs munkahelyed, amiből tudjad fizetni a részleteket. Miből fogod fizetni? Akiknek nem lehet megvásárolni, annak is segítenek. De hát akkor mit várunk? Bocsáss meg, Jutka, ki fogja eldönteni azt, hogy te alkalmas vagy erre, én pedig nem? Ugye, egy szól a kis százalékért. Én megbántam úgy, hogy ide lejöttem, mint a kutya. Mert ennyi segítséget nem kapok, hogy nincs ember mellettem, aki segítsen. Tavaly egyedül vágtam a fát. Én adjuk hálát a Istennek, hogy a szeretet szolgálata felismerni. Nem. Mert az által bejövünk most. Lakással, cuccokkal, ezzel, azzal. Mi kell még mások? Örüljünk annak is, hogy lakást adtak a fejünkön. Mivel segítettek? Mivel? Kiválasztottak minket? Hogy mivel? Lakással pozitívan kell hozzá. Következő maradtam. Én a Mátikának azt javaslom, hogy legyen nyugodtan. Így van. Szép a lakás kapott, és ez a lakás lehet örök lakás is. Úgyhogy érizzétek jó magatokat, Istentől azt kívánom, nagyon sok boldogság. Lehet, hogy engem már az élet már egy kicsit már megtört, nagyon sokan tudják, én egy hosszabb börtönbüntetést töltöttem be, úgy kerültem ide Tarnabodra. Na most én tisztában vagyok abban, hogy más ember ismeretem van, mint a legtöbb embernek. Teljesen más. És én már nagyon-nagyon nehezen hiszek, és ha mutat valaki nekem valamit, akkor azt még egyszer meg kell, hogy mutassa, hogy elhiggyem. Majd más oldatunk, hogyha oda kerülünk. Ez szóval. Ürek, ürek,